Sziasztok, Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban az olvasatlan könyveim csökkentése kihíváshoz fogom kihúzni az augusztusi könyvet, de mielőtt ezt megtenném, előtte egy picit szeretnék beszélni a júliusra kihúzott könyvről. Júliusra Harper Lee To Kill a Mockingbird, Ne bántsátok a fekete rigót című könyvét húztam ki. Annak ellenére, hogy már régóta szeretném ezt a könyvet elolvasni, egészen pontosan 2019-ben vettem ezt a könyvet meg magamnak, de már azelőtt is radaromon volt, már azelőtt is régóta gondolkoztam azon, hogy ezt a könyvet jó lenne elolvasni. A lényeg az, hogy 2019 év végén vettem meg. Emlékszem rá, hogy viszonylag sokat kellett rá várnom, mert csak 2020 év elején érkezett meg hozzám, de lényegében ez a könyv azóta a polcomon csücsült, és ahogy már mondtam, már az előtt is régóta terveztem, hogy elolvassam. Viszont valahogy sohasem jött az az érzés, hogy pont ezt a könyvet akarjam olvasni. Mindig ott volt a szemem előtt, mindig ránéztem, levettem a könyvespolcról, aztán visszatettem, és valami mást olvastam helyette. Úgyhogy most, amikor júliusra kihúztam ezt a könyvet, egy picit megijedtem, hogy őszinte legyek. Féltem, hogy vajon most erre már fel vagyok-e készülve, vagy még egy picit várnom kéne vele. De szerencsére amúgy egész sok bíztató kommentet kaptam tőletek, hogy szerintetek nekem ez a könyv tetszeni fog majd, illetve hogy ti is szerettétek, és hogy ez egy jó választás. Úgyhogy ez egy picit megnyugtatott, illetve tényleg bennem volt az is, hogy amúgy maga a történet nagyon-nagyon érdekelt már régóta, úgyhogy végül is elolvastam. Nem sikerült júliusban sort kerítenem rá, hanem augusztus elején olvastam el. Viszont kijelenthetem nektek, hogy mindenki, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó könyv, és hogy nekem biztosan tetszeni fog, 100%-ig eltalálta ezt, ugyanis valószínűnek tartom, hogy ez az egyik legnagyobb kedvencem eddig a nyáron. Hatalmas nagy 5 csillagot adtam rá, és minden percét élveztem ennek a könyvnek, bár mondjuk majd erre egy picit majd még visszatérek, mert voltak olyan pontok, amikor elgondolkoztam, hogy vajon tényleg annyira nagyon tetszeni fog ez a könyv nekem, de imádtam olvasni, és egyszerűen nem értem, hogy miért nem olvastam el egészen eddig. Bár nekem van egy ilyen filozófiám, hogy vannak olyan könyvek, meg úgy egyáltalán dolgok az életben, amiknek megvan az idejük, hogy megtaláljanak minket, és szerintem ennek a könyvnek pont most volt itt az ideje az én életemben, úgyhogy ez egy kifejezetten jó húzás volt, és ismét csak azt tudom mondani, hogy hálás vagyok mondjuk úgy a sorsnak, meg a szerencsés kezemnek, hogy ezt a könyvet húztam ki, mert amúgy nem tudom, hogy vajon idén sort kerítette volna erre a könyvre. Ami egy picit megijesztett amúgy engem az elején, az az, hogy viszonylag lassan indult be ez a könyv, ugye többnyire csak a gyerekeket, illetve az ő mindennapjaikat láttuk a könyvnek az elején, hogy milyen nekik az iskolában, miket csinálnak a mindennapjaikban, délutánonként miket játszanak és egyebek. Ugye mindezt elsősorban Scout, Fürkész, Jean Louise, Finch szemén át, és bevallom, hogy ő az egyik legnagyobb kedvencem eddig, egy annyira imádnivaló és ártatlan kisgyerek, hogy egyszerűen imádtam az ő szemén át látni a világot, az ő szemén át olvasni ezt a könyvet, és megtapasztalni azt, hogy mi történt vele, a családjával, illetve ebben a kisvárosban. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt számomra. Ugye én angolul olvastam ezt most, és teljes mértékben érthető volt számomra. Amúgy voltak olyan részek, ahol egy kicsit lassabban tudtam haladni, amiket néha újra kellett olvasnom, de amúgy szerintem teljes mértékben érthető volt angolul, viszont azon gondolkozom, hogy lehet, hogy be fogom szerezni a könyvet magyar nyelven is, és valamikor a közeljövőben magyarul is újraolvasom majd ezt a könyvet, mert valószínűnek tartom, hogy talán egy-egy rész nem is az, hogy világosabb lesz, de talán könnyebben olvasható lesz, főleg azt gondolom, hogy az elején ezek a lassabb részek, ezek a kevésbé eseménydús részek talán jobban fognak csúszni, hogyha az anyanyelvemben olvasom, de majd kiderül, viszont mindenféleképpen szeretném magyarul is beszerezni, mert ez az a könyv, amiből nem bánom, hogyha
Kettő kötet van a polcomon, nem bánom, hogyha ebből dupláznom kell egyáltalán, és hát egyszerűen nem is tudom szavakba önteni, hogy mennyire boldog vagyok, hogy ezt elolvastam, és szerintem megmerem kockáztatni, hogy nem csak a nyaram, de úgy egyáltalán az évemnek az egyik nagy kedvence, hanem a legnagyobb kedvence lesz ez a könyv, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy erre most így sor tudtam keríteni, főleg, hogy ennek a kihívásnak a keretein belül, úgyhogy eszméletlen hálás vagyok. Nem is tudom, hogy hogyan tudnám ezt jobban kifejezni. Egy egészen különleges élmény volt ez most nekem, és valamilyen szempontból egy igazi meglepetés volt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy augusztusra legalább valami hasonlóan jó könyvet fogok kihúzni. És akkor nézzük is, hogy mit tartogat nekem ez a kis pohár, a sors, a szerencsés kezem erre a hónapra. Már ennyi idő eltelt, és még mindig izgulok ezeknél a kihúzásoknál. Ez egy viszonylag nagyobb papír. A farkas asztalánál. Ó, nézzétek! Ó, ezt már milyen régóta el szeretném olvasni, és ezt terveztem is idén elolvasni. Ó, hozzám is a könyvet! Itt is vagyok, vissza is tértem a könyvvel, szóval Rosella Postorino a Farkas asztalánál című kötetéről van szó. Ezt húztam ki augusztusra, és ennek most nagyon-nagyon örülök. Remélem, hogy augusztusban sikerül majd elolvasnom, és nem fog elcsúszni szeptember elejére, de ez most egy nagyon jó húzásnak tűnik, legalábbis én nagyon-nagyon örülök neki, mert igazából, bevallom őszintén, volt egy pár héttel ezelőtt egy alkalom, amikor azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha ezt a könyvet beválasztanám a könyvklubba, a Vivi Olvasó Sarka könyvklubba valamelyik hónapra közös könyvnek. Aztán végül is elvetettem ezt az ötletet, és arra a hónapra egy másik könyvet választottam ki. De hát akkor úgy tűnik, hogy a szerencsés kezem, mert most innentől kezdve így fogom hívni, mégiscsak azt akarta, hogy elolvassam ezt a könyvet még valahogyan most abban az elkövetkező pár hétben, vagy legalábbis szeptember elejéig valahogyan. És hát ugye elsősorban idén olvassam el ezt a könyvet, mert hát mégiscsak ezt húztam ki. Felolvasom a főszövegét, bár szerintem elég sokan ismerhetitek ezt a könyvet. A II. Világháború során sokan próbáltak véget vetni Hitler hatalmának, a náciknak pedig minden lehetséges módon meg kellett óvniuk a vezért, s le kellett leplezniük minden összeesküvést és merényletet. A Farkasodúban, ahonnan Adolf Hitler csak nem 3 éven át irányította a harmadik birodalmat, 10 nő dolgozott előkóstolóként, hogy kiderüljön, ha valaki meg akarná mérgezni a Führert. 10 nő nézett nap mint nap farkas szemet a halállal, hogy megóvja a náci vezér életét. A 26 éves Rosa Sauer az egyikük. Férjéről, aki a fronton harcol, 2 éve nem hallott, szülei meghaltak. Rosa magányosan és kiszolgáltatottan néz szembe a háború borzalmaival, s miközben arra kényszerítik, hogy a Führer és a harmadik birodalom érdekében rendszeresen kockára tegye az életét, felkelti az egyik SS-tiszt figyelmét is. Így egyre súlyosabb erkölcsi dilemmák elé kerül. Szégyen, félelem és bűn, szerelem és lojalitás. Mindezek mérlegre kerülnek Rosella Postorino igaz történet alapján írt regényében, amelyet az olvasók előszeretettel hasonlítanak Bernard Schlink a Felolvasó című kötetéhez. Hát ennek most nagyon örülök! Ennek most nagyon-nagyon-nagyon örülök! Ez egy nagyon jó húzás volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy jó hónap elé nézhetek augusztusban, vagy szeptemberben, de szerintem ezt még augusztusban meg fogom tudni ejteni, és el fogom tudni olvasni, főleg, hogy augusztusra húztam ki, de tekintve, hogy mennyi mindenben van megtervezve augusztusra, meg lehet, hogy át fog csúszni szeptember elejére, de mindenféleképpen szeretném, hogy az elkövetkező 2-3 hétben el tudjam olvasni ezt a könyvet, úgyhogy hát most ennek nagyon-nagyon örülök, de jó. Ennyi lett volna már ez a videó. Ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, hogy ti olvastátok-e már esetleg a Farkas asztalánál című könyvet, és hogyha igen, akkor tetszett-e nektek. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!